galaxiával. Egy-egy kocsijára. Úristen. Az első kocsi, ami elhalad itt. Igen. Ja. Tíme, 10 óra után a klinikáktól távozom. Szigony utcán át. A jelenlegi albérletemben. És mint gondolnánk. Csávó mögöttem éppen káromkodik, de valahogy inkább nincs kedvem felekamerázni. Inkább gyorsítsunk a tempón. Szigony utca, ahol befalazott ablakok és ajtók várnak, ha őrbe nézünk. Hát kicsit le van pukkanva. De elvileg jobbra egy EU fejlesztéses közműrendszer építése látható. Full üres telep. Vagy terep, tök mindegy. Igen, kocsik a távol van. Elsőre milyen a 8 kerben nyomása? Már a képeken nem sok minden látszik. Igen, itt a ház, amiről beszéltem, befalazva az ablak. Térfigyelő kamera, Szigony utca. Véletlenül lepózoltam, és egyre közelebb kerülök a két emberhez, aki a másik oldalon van. Bár nem hiszem, hogy utol fogom őket érni, de a látvány mindent elmond. Az utcáról. Már rendes lakóházak vannak itt ugyanúgy. Kis óvoda, téger figurákkal. Most így sötétben nem éppen jól látszik. Mikor kamerázok, ha nem sötétve. Igen, látszik a néger pali. Nem tudom, hogy az célzása akart lenni egyes emberekre. Hát itt már nem látszik a mintázat, meg kevés a fény. De hát 8 kér. És már lassan ott is mert én egy csávó. Úgyhogy felfüggesztjük. Kritikus ponthoz érkeztem. Az első kanyar, hogy rátérjük a Prater utcára. Igen. Innen már csak egy park választ el. A 16 emeletes lakóháztól. Úristen. Oh, God damn it. Hát ilyenkor azért nem lenne jó találkozni bizonyos etnikumokkal. De fő a határozottság. Ez nagyon fontos. Szégyezzétek meg. Íme a park. Semmit nem látni. Balra ült egy ember. De nem tudom, mit keres még itt 10 óra után. Igen, itt virágok látszódnának, meg egy kut. Kamera, nem csak egy telefon. Két ember szembe. Jó. Mindjárt meg is érkezünk. És mint a videó hosszabban is látszik, körülbelül ez az út. 6-7 perc. Még elérek a lakásig. Mert ugye néha meg kellett szakítanom a felvételt. Hát igen, szabályos.
gyorsan átmegyek az úton, körülnéztem. Ilyen telefonnal csak jobbra néztem, már csak jobbról tudnak jönni, úgyhogy szerintem legyen szabályos. Igen, e-mail ház, amiben lakok jelenleg, és e-mail szelektív hulladékgyűjtő, ami mellett van egy kis kupi, ami nem éppen szelektív.